Járai Judit washingtoni, volt washingtoni tudósítónkat köszöntöm a 180 Pest stúdiójában, mégpedig azon alkalomból, hogy hamarosan szeptember 11-én lesz az évfordulója, pontosan 10 éves évfordulója annak, hogy terror, támadás, az egész világot megrázó merénylet érte a New York-i ikertornyokat. Újabb és újabb titkok, tudnivalók kerülnek azóta napvilágra, melyek ezek? Igen, jó reggelt kívánok, szervusz. Kiegészíteném egy parányit, nem csak a New York-i ikertornyokat érte terrortámadás, hanem a Pentagon, azaz a Védelmi Minisztérium épületét, és egy eltérített gép lezuhant Pennsylvania államban is. Egész Amerika készül a szeptember 11-i merénylet sorozat megemlékezésére, és óhatatlanul is interjúk garmadája készül. Riportfilmek, dokumentumműsorok és interjúk. És ennen interjúknak sorában egy nagyon érdekes és várhatóan nagy vitát kiváltó interjú jelent meg. Egészen pontosan az NPR, az amerikai közszolgálati rádió készítette adásba, majd szeptember 11-ének hetében kerül, de kiszivárgott, igen, az egyik internetes orgánum, a Daily Beast hozott le részleteket belőle. Richard Clark, aki a Clinton időkben, tehát Clinton elnöksége és idősebb Bush elnöksége idején a Fehérház terrorellállítási csoportjának vezetője volt, egy nagyon érdekes interjúban a CIA felelősségéről beszél, arról, hogy ha a CIA másként viselkedett volna, akkor meg lehetett volna akadályozni a szeptember 11-i merényleteket. Ez azt jelenti, hogy is legvoltak olyan információik, amelyeket ha továbbítanak, akkor léphettek igen volna a megakadályozásra? Korábban is fölmerült már egyébként, hogy a CIA tudott arról, hogy valahol Amerika területén, az Egyesült Államok területén merénylet készül. Ezt az információt azonban megtartotta magának, nem osztotta meg sem a Fehérházban, sem az FBI-nál az illetékesekkel. Ami explózív, vagyis hát robbanásszerű új információ, vagy robbanással járható új információ az az, hogy a CIA a gépeltérítők közül két szaudi születésű fiatal férfit megpróbált beszervezni informátornak. Tökéletesen tudták, hogy a két férfi kapcsolatban áll az Al-Qaidával, monitorálták, azaz figyelték a tevékenységüket, megpróbálták őket beszervezni informátoroknak, és ez a két férfi ezt nem vállalta. Ezek után hagyták, hogy szabadon mozogjanak az Egyesült Államokban. A két illető, most hirtelen nem jut eszembe a neve, Dél-Kaliforniában élt, és ezt az információt nem osztották meg sem az FBI-jal, sem a Fehérházzal. Valószínűleg azért, mert hát visszahullott volna rájuk az alkalmatlanság vágya, és nem akarták magukat kitenni ennek. De szakmai alkalmatlanság ennek az oka? Tehát nem olyasfajta összeesküvés elméletről van szó, ami azért időről időre felreppen a merénylettel kapcsolatban? Nem tudni, hogy mi az oka, és hogy így volt-e. A CIA akkori igazgatója, George Tenet nyilatkozatban, írásos nyilatkozatban cáfolta ezt a felvetést, mint ahogy két helyettese is írásos nyilatkozatban cáfolta. Ami az összeesküvés elméletet illeti, nagyon fontosnak tartom azt ismételni, hogy Magyarországon is, mint ahogy a világban másutt is, elsősorban Franciaországban összeesküvés elméletek garmadája bukkant fel a szeptember 11-i merényletekkel kapcsolatban, hogy voltak, akik tudtak róla, és ezért nem mentek be az épületbe, stb. Ezek azért nem megalapozottak, ezek az összeesküvés elméletek. Megszülettek elméletek, ezeket cáfolták is hitelt érdemlően. Szinte bizonyos, hogy a szeptember 11-i merényletek bekövetkeztét az amerikai hírszerzés és az amerikai elhárítás hanyagsága és tudatlansága és nem törődömsége együttesen okozhatta. Nem gondolom, hogy összeesküvés elméletekben kellene gondolkodnunk. Noha ez elég divatos. Azért ez az információ is eléggé megrázza az amerikaiakat és a világot minden bizonnyal. Az ember viszont azt gondolná, hogy egy ilyen sok után egységes az emlékezők szándéka. Ehhez képest folyamatosan vitákról értesülünk arról, hogy vajon emlékpark legyen, vagy a helyére, az ott történtek helyére újabb felhőkarcolót építsenek, sőt, úgy tudom, most már arról is vita zajlik, hogy keresztet állítsanak-e, avagy sem. Igen, ez egy eléggé megdöbbentő, elképesztő vita. Amikor a romokat összeszedték, illetve megpróbálták összetakarítani, akkor kidőlt ott egy olyan
két gerenda, ami keresztet formáz. És ebben nagyon sokan sorszerűséget láttak, figyelmeztetés, és ezt eltették, hogy egy megnyíló, ott a megnyíló múzeumban ezt a keresztet felállítsák, és most mozgalom szerveződött. Ez nem tetszik. Igen, van, akinek ez nem tetszik, most mozgalom szerveződött egy magától Amerikai Ateisták Társaságának nevező szervezet, amelyik már több helyen megpróbált megfúrni dolgokat, hogy az elesett amerikai katonák emlékére országút mentén kereszteket állítsanak, és akkor ezt ők megfúrták, de végülis nem értek eredményt el, sőt elveszítették a bírósági pert is. Ez ügyben is most vitáznak, legyen-e kereszt, ne legyen kereszt. Aztán meglepő az, hogy azok a tűzoltók, akik részt vettek a mentésben és életben maradtak, azokat nem írták meg, hogy az elsősorban ott üljenek és emlékezzenek. Ha van kedvük, sétáljanak el. Tehát meglepően sok a vita 10 év múltán a megemlékezés mikéntjéről. Ez tehát a végszava beszélgetésünknek Járai Judittal, akitől megtudtuk, hogy a szeptember 11-i New Yorki terrormerénylet, illetőleg washingtoni Pentagon elleni támadással kapcsolatos merénylettel kapcsolatban olyan hírek kerültek nyilvánosságra, ami szerint a titkosszolgálatok alkalmatlansága és nem megfelelő információ továbbítása volt az oka annak, hogy ez a merénylet bekövetkezhetett.